A Román Vasúttársaság ideiglenesen leállít néhány nemzetközi vonalon közlekedő szerelvényt, például Bulgária, Magyarország és a Moldovai Köztársaság irányába haladó vonatot. A koronavírus terjedésének óvintézkedéseivel összefüggésben a dolgozók és az iskolába járó diákok által használt járatokat is részben törölték. Néhány járat ideiglenes törlését jelentette be a Román Vasúttársaság, tekintettel a koronavírus gyors terjedésére és az ország szükségállapotára. Az ideiglenes felfüggesztés az utazók, valamint a személyzet védelmét is szolgálja. Ugyanakkor továbbra is biztosítani szeretnék az utazási lehetőségeket, ezért csak egy-két járatot állítanak le. A koronavírus fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a Román Vasúttársaság ideiglenesen felfüggesztett néhány belföldi és nemzetközi járatot is. Az Oktatási Minisztérium által határozott kényszerszünet idejére leállítják azokat a vonatokat, amelyekkel a diákok utaztak iskola idején. A szükségállapot végéig pedig a külföldi vasútársaságokkal való megegyezés után néhány Bulgáriába, Magyarországra és a Moldvai Köztársaságba tartó menetrendet is szüneteltetnek. A helyzet alakulásától függően a menetrend módosítását egyéb nemzetközi járatok esetében is alkalmazhatják. A vasúttársaság figyelemmel kíséri, hogy mennyire telnek meg a járatok, mivel több vállalat csökkentette a munkaidőt vagy megszervezte az otthoni munkát, ezért kevesebben veszik igénybe a rendszeres szállítási szolgáltatásokat. Azok az utazni vágyók, akik a felfüggesztett járatra vettek jegyet, kérhetik a jegyárának teljes visszatérítését. Ugyanígy visszaváltható a jegy, ha valaki az utazást biztonsági okok miatt mondja le.